Rendkívül sokan látogattak el a Szalki-szigetre az elmúlt hétvégén. Az idei év utolsó kincses kertje számos különlegességet és újdonságot tartogatott az érdeklődők számára. A számokat tekintve Tiringer Ákos elmondta, ez alkalommal is mintegy 80 árus jelentkezett a hétvégi akcióra. Nagyon arra számítottunk, hogy elérjük esetleg a 100-as árus számot, de nem így történt. A szokásos 80 árus számot sikerült összehoznunk. Aztán kiderült, hogy ennek több oka is van. Elsősorban az adventi vásárok, ugye nagyon sok árusunk szerencsére egyébként sikerült adventi vásárokban elhelyezkedniük és helyet találniuk. Ennek mi egyébként nagyon örülünk, és kommunikáltuk is, hogy ha nem is nálunk, de magyar terméket és hazait vegyen mindenki karácsonyra, hogyha teheti, hiszen ezzel tud igazán segíteni az itteni kézműveseknek, illetve kis és őstermelőknek. A Tomalik pincészet megbízásából jelen volt Molnárné Szőke Irén is, aki többek között forralt bort kínált a látogatóknak. Mint elmondta, a pincészet termékei rendkívül korszerű körülmények között készülnek. Tomalik János vezeti a pincészetet, egy nagyon-nagyon szép helyen kiépült, nagyon modern borászati centrum, nagyon-nagyon modern technológiával készülnek a borok. Fehér, rozé, schiller és vörös borok kerülnek forgalmazásban. Természetesen ő nem most kezdte a borászkodást, sok-sok hektáron foglalkozik szőlőtermesztéssel, és az idén a top 100-ba is bekerült a bora, illetve rozéval több országos versenyt is megnyert már. Az eladó elmondta, a visszajelzések alapján az emberek szeretik az általuk készített forralt bort. Olasz Riesling az alapja, 7 deci olasz Riesling, de bekerül egy kis almalé is, hogy a hölgyeknek is a kedvébe járjunk. Citrom, szegfűszeg, szegfűbors, fahéj és cukor. Nem sok cukorral, tehát igyekszünk azért odafigyelni arra, hogy ne legyen túl édes. A vevőknek ízlik, ahogy visszajeleztek. A helyszínen lehetőségünk volt beszélgetni néhány érdeklődővel is. Hújber Lajos elmondta, első alkalommal vesznek részt a forgatagon, de pozitív tapasztalatokat szerzett. Először járunk itt egyébként, és főleg nézelődtünk, de vettünk sütőtököt, kerámia virágokat, és ennyi. Különösebben más nem, mindesetre nagyon jó ötletnek tartjuk ezt, hogy itt a kemping területén van, ez így hasznosul is, meg hát jó környezetben vagyunk itt. Kár, hogy nem süt a nap. A Dunai Kincseskert helyi termelői és kézműves piac várhatóan februárban tér vissza. A szervezők célja továbbra is az, hogy újdonságokat és színvonalas termékeket vonultassanak fel a különlegességek kedvelői számára.